Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. Eldördült a startpisztoly és a 2019-2020-as pályaválasztási időszak bizony most már komolyan elindult. Ebből az alkalomból köszöntöm Králik Tibor főigazgató urat a Soproni Szakképzési Centrum részéről. Köszönöm a meghívást és örömmel jöttem. Főigazgató úr, tehát akkor mire lehet számítani azoknak, akik elindulnak a pályaválasztás útján? Nekünk is nagyon fontos ez az időszak, de úgy gondolom, hogy a szülőknek és a diákoknak, akik a pályaválasztás előtt állnak ugyancsak, hiszen egy nagyon fontos döntést kell meghozniuk. A mi célunk, hogy ehhez a legtöbb információt nyújtsunk, és olyan információt, amely alapján megalapozott döntést tudnak hozni, és egy olyan életpályán tudnak elindulni, ami hosszú távon munkalehetőséget fog biztosítani, karrier lehetőséget, és akár a továbbtanulást is mindenki számára. Elmondhatjuk, és azt hiszem mindenki látja, hogy a magyar gazdaság nagyon jól prosperál, nagyon tágak a munkavállalási lehetőségek, és ebben szeretnénk segíteni a tanulóknak, a pályaválasztás előtt álló tanulóknak, és hát a mi szlogenünk ebben a kampányban a jó szakma a siker titka, és ezt hisszük, hogy így van. És azt is tudni kell, hogy a szakmatanulás az ma már együtt jár az érettségével, és előbb-utóbb akár a felsőoktatásban való továbbtanulásra, és a későbbiekben akár a szakmaváltásra, vagy újabb ismeretek megszerzésébe. Ehhez az induláshoz szeretnénk mi nagyon sok információt, segítséget adni a szülőknek és a diákoknak. Ugye ehhez több program is rendelkezésre áll majd, de kezdjük időrendben a múlt héten szerdán. Mondhatni az első talán komolyabb konzultáció lezajlott, amely még nem a szülőknek és a diákoknak, hanem éppen a szakképzésben résztvevők pedagógusoknak és szaktanároknak zajlott. Hagyományunk szerint így indítjuk ezt a pályaválasztási kampányunkat a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara és a Soproni Tankerülettel együtt közösen. Tájékoztatjuk a tankerülethez tartozó és Sopron területére tartozó összes általános iskola vezetőjét, pályaválasztási felelősét, 8. osztályfőnökét meghívjuk, és elmondjuk az aktualitásokról, a változó szakképzésről, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy tisztában legyenek azzal, hiszen látjuk azt, hogy folyamatosak a változások, és egyértelmű, hogy a gazdaság igényeire ad választ a szakképzés, és ezek a változások indokoltak. Erről volt a múlt héten egy részletes tájékoztató, amely nagyon sikeres rendezvény volt. És akkor ami már viszont a diákoknak és a szülőknek is egy komoly megmozdulás lehet, ez a szakmák délelőttje, ami gondolom így kis átcseng a szakmák éjszakája programsorozathoz, de ha jól tudom, az éppen tavasszal szokott lenni. Igen, ugye? Most is lesz tavasszal, áprilisban lesz a szakmák éjszakája, és egy nagyon nagy sikerű rendezvény, és annyi volt az újdonsága, hogy teljesen gyakorlatias. Tehát ott minden szakmaterületet bemutatunk, gyakorlatba ki lehet próbálni, és valógáim, kollégáim adták ezt a nevét, mert én ezt a most sorra kerülő napot úgy hívtam, hogy szakmák éjszakája délelőtt, hogy értsük egymás között, hogy mire gondolok, vagyis azt, hogy itt nem előadások lesznek, nem transzparenseket rakunk ki, hanem valóban minden szakmába bele lehet kóstolni, és hát született ez a név, hogy szakmák délelőttje, és hasonlóan, mint a szakmák éjszakájához, a 6 tagintézmény mindegyike fölkészül, bevon vállalkozásokat is, és gyakorlati lehetőségek lesznek, tehát minden választható szakirány szakmá ki lehet próbálni a gyakorlatba, meg lehet ismerni az eszközeit, gépeit, anyagait, magát azokat a munkakörülmények között, amelyek között majd esetleg dolgozni fognak, és úgy gondolom, hogy sikeres lesz emiatt ez a rendezvény. Ide várjuk a 7.-8. osztályos tanulókat, szüleiket is. 9-től 14 óráig tart, és minden iskolában nyitott, több helyre is el lehet menni, és támogatjuk az utazásukat is, tehát a vidékieknek az utazását téríti a szakképzési centrum, illetve megszervezi a oda és visszautat is. Ugye mi ez egy délelőtti program, vagy hát kora délutánig tart, ugye? Miként vehetnek részt rajta a diákok? Tehát csoportosan, szervezetten, most akár a soproni általános iskolákról gondolok, vagy aki neki indul mondjuk a szülőjével, neki igazolást biztosít. Igen, mindegyik megoldás jó, általában szervezetten fognak jönni. Tudni kell, hogy nagyon jó az együttműködés a soproni tankerülettel, a környék általános iskolai vezetőivel is. Az általános iskoláknak van erre szabadnap lehetőségük,
a pályaválasztási célra, de ha erre nincs, akkor is elengedik a 7.-8. osokat, amiről mi igazolást adunk ki, tehát hogy jelen van, és általában kísérőkkel jönnek, és a kollégáim szervezik ezeket az utakat, és figyelnek a tanulókra. Soproni helyszínek között például saját magunk átszállítjuk, visszahozzuk az érdeklődő tanulókat. Rendben van, de ebbe az is belefér, hogy bármelyik szülő az általános iskola azt mondja, hogy ő jönne a gyerekével, akkor ez is megoldás, és az általános iskola engedni fogja. A másik rendezvény pedig tulajdonképpen másnap, november 22-én csütörtökön lesz, ez egy pályaválasztási kiállítás. Volt már ilyenre példa? Igen, ez minden évben van, ezt a kormányhivatal szervezi, természetesen részt veszünk rajta. Az elmúlt héten Győrben volt egy ilyen pályaválasztási kiállítás, a Soproni Centrum iskolái ott is részt vettek. Itt viszont sokkal nagyobb felületen és úgymond kapacitással fogunk szerepelni. Nagyon fontos ez számunkra. Ez nem annyira tud gyakorlatias bemutató lenni, itt szintén részt vesznek a tanulók, itt egy sokkal szélesebb palettát láthatnak, hiszen ezen a Soproni kiállításon a centrumon kívüli intézmények is részt vesznek, cégek is bemutatkoznak, tehát valójában ez a kettő rendezvény úgy gondolom egy teljes spektrumát fogja adni a választási lehetőségeknek, és szeretném azt megint hangsúlyozni, hogy a pályorientációnak, pályaválasztásnak az általunk vallott célja nem feltétlenül az, hogy hozzánk jöjjenek a gyerekek. Persze ennek nagyon örülünk, hanem az a célja, hogy megtalálják azt, hogy milyen képességeik vannak, mihez van kedvük, és olyat válasszanak, ami örömet fog okozni az életükbe, és a munkájuk nem teher lesz, hanem öröm. Ez a cél. Ha visszagondolok, akár néhány évtizeddel ezelőtt úgy zajlott a pályaválasztás, hogy tudtuk, hogy majd ősszel már nézegetjük a gyereknek, vagy saját magunknak a kijelölendő pályát. Aztán eljött az idő, beadtuk a jelentkezést, aztán általában vagy fölvettek, vagy nem. Ugye ez zajlott. Most viszont valami teljesen más, iszonyatos kampány épül arra, hogy ezekre a pályákra embereket találjunk. Mi változott ekkorát? Hát én úgy gondolom, hogy a gazdaság változott, és hála jó Istennek, hogy változott. Tehát egy kínálati piac lett a munkaerőpiacon, és ez úgy gondolom mindenkinek jó, az országnak és a munkavállalóknak is, és itt a cégek is rádöbbentek arra, hogy nagyon sokat kell tenni a munkaerőért. A mi feladatunk, mint szakképzésnek pedig egyértelműen a gazdaság kiszolgálása, és valójában a kormányzat is úgy alakítja a szakképzést, hogy ne egy zárt utca legyen, hanem onnan lehessen minden irányba tovább lépni, akár további szakmát tanulni, például a felnőtt oktatásra, itt is sokszor beszéltünk, ami egy újabb láb, egy újabb lehetőség megszerzését jelenti, de a felső oktatásban, illetve minden egyes fokon az érettségi megszerzésére. És hát azt szoktam mondani, hogy egy szakgimnáziumi érettségivel egy szakirányú felsőoktatásban sokkal eredményesebb a továbbtanulás, és várhatóan olyan támogatások lépnek életbe, amivel könnyebb is lehet bejutni. És hát őszintén, ha belegondolunk, egy olyan gépészmérnök, aki mondjuk gépipari technikumban végzett, az egy kicsit másként fog ahhoz a szakmához állni, mint aki egy teljesen más területről került mondjuk gépészmérnöknek. És hogyha a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák szóba kerültek, volt változás az idei évben, vagyis hát tulajdonképpen jövőre nézve? Szakképzésben elég sok változás van, de nyilvánvalóan akik most jönnek, ők, akik a mostani érdekes. A lényeg, a szakgimnázium egy 5 éves képzési forma, ahol az 5. évforma egy technikus szintű végzettséget kapnak, OK és végzettség, a 4. után érettségiznek, és ami pár éve újdonság, hogy itt lehetőség van egy úgynevezett mellékszakképesítés megszerzésére, ami a piacon jól használható szakképesítés. Ami változás ettől az évtől, hogy a 10. év után, 10. évfolyam után a tanuló eldöntheti, hogy kívánja ezt a mellékszakképesítést megtanulni, akkor azon az ágon megy tovább, ha nem, akkor pedig fölvehet olyan tantárgyokat, ami a továbbtanulásához szükséges esetleg, vagy a főszakképesítést erősíti meg, vagy olyan fakultatív tantárgy, amely a szakmához, most mondok egy példát, hogy mondjuk egy csőszerelő szakmában a szolártechnika, mint új technológia bekerülhet, tehát ez az ő döntése alapján kerül ennyi a változás, de ezek a mellékszakképesítések azért nagyon hasznos, például a
vendéglátásban a pincér szakképesítés, a mellékszakképesítés, és plusz majd kapnak egy technikus szintű végzettséget, de vállalkozási ügyintéző végzettség a FAI-ban például. Tehát ezek is hasznos szakmák, de itt a lényeg, hogy választhat a tanuló. A szakközépiskolában ez a régi szakmunkás képzés, csak ugye, hogy ne keverjük a fogalmakat, ez egy 3 éves képzés, itt egyértelműen az a változás, hogy gyakorlatilag egyenes út van az érettségére, tehát aki úgy dönt, annak nem kell beiratkozni, hanem tovább folytathatja, és 2 év alatt érettségit szerezhet, akár esti tagozaton, akár nappali tagozaton is, tehát mindenki számára az érettségi nyitott, és például így a szakmunkás szakmákban a felsőoktatás is 5 év után. És akkor most megnézzünk egy filmet a következő percekben, amely pedig, ha jól tudom, kicsit bemutatja a szakmákat, tulajdonképpen a tanulható Igen, szeretnénk bemutatni egy picit az iskoláinkat egy villanásnyira. Én úgy gondolom, hogy majd picit abban is látunk a képekből, hogy elő sok fejlesztés megvalósult, és ezekből is felvillan valami. És szeretnénk bemutatni azt a spektrumot, amely területen képez a szakképzési centrum TIHAT tagintézménye. Ez 19 szakgimnáziumi ágazat és 15 szakközépiskolai szakma konkrétan, de nézzük ezt a filmet. Így van, nézzük meg.
Tehát remélem, hogy már akár a film kapcsán is többen kedvet kaptak ahhoz, hogy megtekintsék például a szakmák délelőttjét. Még egyszer gyorsan és röviden mondjuk el, hogy mikor várják a diákokat és a hát, ahol a legtöbb információt kapni lehet, az a szeptember 21-e szerda 9-től 14 óráig a soproni tagintézményekbe, bármelyikbe. Ezen kívül minden iskola további nyitott kapukat tart, ahol konkrétan az iskolával lehet találkozni. Minden nyolcadikos tanuló számára eljuttatunk egy kiadványt, amelyben az összes képzésünkben bent van a centrum elérhetősége, a honlapunkon minden információ megvan, és ha bárkinek kérdése van, akár a tagintézményeket kereseti konkrétan, de a centrumot is, minket is nagyon szívesen állunk mindenki rendelkezésére. Králik Tibornak, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatójának köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a rendezvényekhez. Köszönöm én is. Kedves nézőink, ez volt a szerda este, benne a hét témája. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, a szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A férfi kör helyszínét a Gino cukrászda biztosította.